Fél tíz lesz, 5 perc múlva, ez még mindig a ma este az M1-en. A napokban derült ki, hogy két magyar település, Veszprém és Iszka-Szentgyörgy viselheti jövőre a Finnugor kulturális főváros címet. Izgalmasan hangzik, és mindjárt kiderül, hogy ez gyakorlatban mit is jelent. Aranyi Pétert, a Finnugor kulturális főváros programiroda kommunikációs munkatársát köszöntöm a stúdióban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok a kedves nézőknek is! Keveset tudunk erről a programról, erről a kezdeményezéssel. Mikor indult és honnan? Nagyon érdekes, a magyar vonatkozása van. Siófokon a 2012-es világkongresszuson nyújtották be javaslatképpen, hogy legyen egy ilyen programsorozat. Az észt Oliver Lode nyújtotta be, és gyakorlatilag 2014-ben indult el. Akkor egy udmurt falu viselhette első ízben ezt a címet, idén pedig Obinica az észt falu viselheti, és hát jövőre akkor pedig két magyar település. Mindjárt beszélünk Veszprémről és Iszka-Szentgyörgyről is, de ma mi jellemzi a finn-magyar kapcsolatokat? A finn-magyar kapcsolatok véleményem szerint, ha a civil részét nézem, nagyon jók. Gondolok itt például a számtalan finn-magyar szervezetre, amelyek ugye Magyarországon működnek. Emellett pedig, ha csak Veszprémről beszélünk, például ott van egy nagyon jó testvérvárosi együttműködés Rovaniemivel, ugye ahol a télapó él. De köztük, illetve Veszprém és Rovaniemi között rendszeres az együttműködés, illetve a művészek például utaznak Veszprémbe Finnországból, úgyhogy én azt mondom, hogy nagyon jók. Az oroszországi finnugor népekkel milyen ez a kapcsolat? Az oroszországi finnugor népekkel már kicsit nehezebb, vagy hogy is mondjam, kicsit talán a távolság, illetve a nyelvi nehézségek miatt nem annyira aktívak a kapcsolatok, de ez a pályázati remek lehetőség arra, hogy ezen javítsunk. Mi a célja ennek a kezdeményezésnek? Miért fontos az, hogy szorosabbra fűződjön ez a kötelék kulturális vagy gazdasági szempontból? Magának a finnugor kulturális főváros pályázatnak az a célja, hogy erősítse a finnugor nemzetek identitását, illetve a finnugor nemzetek közötti együttműködést gazdasági, turisztikai, illetve kulturális értelemben. Ugye azt tudni kell, hogy egy nagyjából 25-26 milliós őszlélekszámról beszéltünk, ugye ideértve a magyarságot is. Tehát ez egy nagyon fontos kezdeményezés abból a szempontból is, hogy nagyon nagy távolságokat kell áthidalni, és ebből a szempontból ez a pályázat nagyon sokat segíthet. Besorolhatóak a nemzetek az szerint, hogy kik azok, akik nagy hangsúlyt fektetnek a finnugor nemzetek közötti kapcsolatápolásra, és kik azok, akik mondjuk hanyagolják ezt a kérdést? Nem. Tehát olyanról nem beszéltünk, akik hanyagolják. Az igaz, hogy minket magyarokat nagyon várnak még jobban, még aktívabban. Viszont például Észtországban ez a finnugor tudat nagyon fontos, és akárcsak Finnországban is, tehát ezt központi témaként kezelik, illetve minket is testvérként tisztelnek és szeretnek. Én ezt jó magam is tapasztaltam, Helsinkiben nemrég voltam, egyszerűen barátiak voltak velem szemben, és teljesen úgy éreztem, hogyha otthon lennék. Nézzük a konkrét programot, a kulturális főváros programot. Milyen követelményeknek kellett megfelelni a jelentkező településeknek? A programok összeállításánál arra kellett törekedni, hogy egy egész évet felölelő programsorozatot nyújtsanak be a pályázók. Nyilván ez nem könnyű, tehát főleg úgy, hogy általában kisebb települések pályáztak, ezért arra kellett legfőképpen figyelni nekik, hogy egyrészt, hogy elegendő számú program legyen, másfelől pedig, hogy rengeteg területet öleljen fel, tehát itt gondolok a gasztronómiára, esetleg a művészetekre, oktatásra, tehát hogy igazából a kicsiktől kezdve a felnőttekig mindenki megtalálja a magának megfelelő programot, és például Iszka-Szentgyörgy és Veszprém esetében ez nagyon jól meg is fog valósulni, hogyha minden rendben megy jövőre. Mondaná néhány konkrét programot, amelyeken keresztül ez megvalósul. Az Iszka-Szentgyörgyit azt részletesebben ismeri, ha jól tudom. Igen, Iszka-Szentgyörgy nagyon látványos prezentációt mutatott be Tartuban, amikor elnyerték ezt a címet. Náluk ugye tudni kell, hogy ők különböző hónapokat rendeznek, tehát lesz Iszka-Szentgyörgyön észt hónap, lesz magyar hónap, lesz finn hónap. Náluk például az ottani kastélyban nagyon sok színes programot fognak szervezni, melyekben szerepet kap a sport, szerepet kap az oktatás, tehát más nyelvek megismerése,
Illetve egyébként lesz egy konferencia is, ami felölje ezt a kérdést, hogy ez a finnugor rokonság milyen viszonyban van most, tehát hogy akár genetikailag, akár nyelvileg hogyan állunk most. Veszprém esetében pedig főleg a gyerekekről is beszélhetünk, tehát ott az iskolákban majd egy olyan versenyt szerveznek, amilyen például a gyerekeknek ki kell találniuk, hogy bizonyos nyelveken hogy mondanak bizonyos kifejezéseket. Ezeken a rendezvényeken hány külföldi látogatóra számítanak? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Most egyedülálló helyzet állt elő, tehát hogy egy város és egy falu nyerte meg, soha nem volt még megosztva. Az első alkalommal Starije Bigi esetében, egy udmurt falu esetében egész évben 10 000 látogató volt, ami azt vesszük, hogy pár száz fős falu, ez sokszorosa. Ugyanakkor például Észtországban már most júliusban elmondható több mint 10 000 ember vett részt a programokon, és ez azt jelenti, hogy hogyha nagyon osztunk-szózunk, hogy összesen egész évben eddig több mint 40 programot szerveztek, és ez valószínűleg ez a szám sokkal nagyobb lesz év végére. Ki a finanszírozó? Milyen forrásból bonyolítják az eseményeket? A forrás, azt tudni kell, hogy magával a pályázaton nem jár anyagi támogatás, tehát ennek kifejezetten erkölcsi, vagy hogy is mondjam, kulturális hozadéka van, és a forrásokat minden pályázó maga teremti meg. Veszprém esetében például volt egy jelentős saját önrész, illetve Iszke-Szentgyörgy is jelentős összegeket csoportosított már jövőre, hogy nyilván tudva azt, hogy megnyerte ezt a címet. Viszont még itt pályázati pénzek is szóba kerülhetnek, mindkét település gondolkodik ilyen megoldásban, és nyilvánvaló, hogyha ezeket sikerül elnyerniük, akkor talán még színesebb és még érdekesebb programok valósulhatnak meg. Csak nagyon röviden, hogyan élhet tovább, mondjuk 2016 után ez a kezdeményezés, lehetnek-e gazdasági hozadékai? Abszolút lehetnek. 2017-ig van most a program tervezve, tehát lesz még a jövő év után egy győztes. A gazdasági hozadékai mindenképpen a turisztikából fakadó hozadékok lehetnek, tehát gondolok itt a szálláshelyek forgalmára, akár a múzeumok, a kulturális intézményeknek a hozadékára, illetve a sikerére, és azt még tudni kell, hogy ez nem csak egy adott évre szóló siker, hanem a következő években is gyakorlatilag előnyt jelentett az adott város számára, hiszen a finnugor világ szempontjából az a város úgymond felteszi magát a térképre. Lehet, hogy ez nagyon sarkalatosan hangzik mondjuk a többi várossal szemben, viszont tény is való, hogy ezzel a címmel az adott település olyan elismertséget vív ki magának, amire azt lehet mondani, hogy a következő években is fogják látogatni turisták, vagy akár diplomáciai személyek azt az adott települést. Köszönjük a tájékoztatást, és visszavárjuk az élménybeszámolókkal is majd. Én is nagyon köszönöm.